Sziasztok, én Huberix vagyok, és elérkezett a következő gyepáborús videóm. Sokan jeleztétek, hogy már unalmas ez a minigame, viszont most ez a minigame, mármint ez a videó el fogja dönteni, hogy készítsek el további gyepáborús videókat, tehát ha szeretnétek, azt jelezzétek egy lájkkal, és hogyha nem szeretnétek további részeket, természetesen nem erőltetem, tehát én értetek, csinálom a videózást. Ugye szeretem ezt a minigémet, tudjátok, hogyha nem szeretnétek, akkor lehet, hogy csak videóm kívül fogom játszani. Ezt majd még meglátjuk, tőletek függ minden, hogy tényleg lesz-e belőle rész. Ugye mi vagyunk a pirosak, és a kékeket kell lőni. Azért mondom ezt el most magamban, mert elkezdtem a saját csapattársamat ölni. Hoppá, most elkezdünk egy picit PvP-zni. Ahogy látom, az egyik ismerős, nem ismerősöm, hanem Csázoli is, az egyik csapattársam, ő is beszivárgó kittel rendelkezik, tehát át tud menni a többiek területére, pontosan a kékek területére. Tehát én is jövök most, és elkezdek itt PvP-zni. És hogyha folyamatosan ide spavnolna a kék, akkor én tudnám itt ütögetni őket. És azért az már egy pozitív dolog, hogyha rögtön megöljük őket, mihez is leszpavnolnak. Tehát ez egy elég érdekes dolog, tehát nem sok ilyet látni, hogy folyamatosan itt vagyunk, és ahogy leszpavnolnak, még nem spavnolnak le, már meghalnak. Viszont most sikerült lelőni az egyik embernek minket, de elég sok sort szereztünk, hogy ezt lehet látni, hogy 25 sor van már a kör elején. Gyorsan be is szivárgok ismét, és ugrok egyet, hoppá, és lepvp-zem. Lehet, hogy folyamatosan körbe-körbe kellene lenni, hiszen ahogy láthatjátok, nagyon jól lőnek, tehát hiászkodnak folyamatosan. Akkor szerintem pvp-zzük le őket. Én folyamatosan kattingatok, mert ha megállok, leszpavnol, és lehet, hogy még véletlen megöl minket. Na mindegy, ezt majd még meglátjuk. Hát jó látni a csetet, hogy folyamatosan azt írja ki, hogy Hubi áldozata lett, viszont csak ez az egyetlen egy játékos van itt a játékban, mert ahogy észrevettem, lehet látni, hogy leszpavnol folyamatosan, és csak ezt öljük, vagy nem tudom. Ez elég érdekes. PvP most nincsen, ijászni nem tudom, építési idő. Aha, és most jött a küzdelemidő. Tehát ez neki jól jött, mert le tudod spavnolni. Na mindegy, akkor PvP-zünk tovább, megnyertük az arénát, ahogy látom, pedig még igencsak volt három sorunk. Na mindegy, megnyertük az arénát. Szerintem még menjünk egyet, mert miért ne? Végül is sosem árt, hogyha több arénát is játszunk. Én belemegyek ebbe a 4-es arénába. Kezdetét is vett az aréna. Rögtön megépítjük a kis falunkat, mint a kínai nagyfalat, 5 blokk magas. Körülbelül ez 5 méter. És akkor így elég hosszan megépítjük. Ez is segít abban, hogy ne lőjenek át rögtön a pirosak. Szerintem innen hátulról fogom lövöldözni a játékosokat, és akkor így talán, ha ugrok egyet, ott a játékos, mivel én beszivárgó vagyok, így tudok egyet ide jumpolni, és akkor innen tudom ölni a játékosokat, ami azért megkönnyíti a dolgunkat, hogyha innen PvP-zünk. Hoppá, itt spavnolnak le a pirosak, akkor szerintem hagyjön ide a piros. Hol vannak a pirosak? Hoppá, le is lőttem egyet. Ha az nem lőne le, bár folyamatosan spavnolódik le a nyilvesszője, így óvatosan kell vele bánnom. Hoppá, hoppá, akkor szerintem, hűha, hűha, mindjárt lelő, majdnem lelőtt, ott is van egy, azzal is óvatosan, ám folyamatosan így behúzódok, shift-tel, én megfogom, így próbálom kikerülni a nyilvesszőt, és így sikerült megölnem. Ott a játékos, akkor gyorsan le is íjászom, vagyis megpróbálom. Hoppá, itt a játékos, és akkor itt ezt le tudom varázni. Oké, és ez is plusz egy ember, azért ez így elég pozitív. Viszont ott volt egy piros, vagy csak volt. Oké, és akkor ezt megpróbáljuk gyorsan megölni. Oké, és ez egy ember, ott jön, hoppá, leveleken. Oké, és meg is lett. Rendben, hol vannak még pirosak? Itt egy piros, ezt is levadásszuk, meg még hogyha itt leszpavnolódnak, akkor próbáljuk őket ölni ezerrel. Itt is van egy, és akkor így a beszivárgó kitűnk el, folyamatosan emelkedünk ki. Sikerült a játékosnak minket megölnie, viszont már 29 sorunk van, ami azért boldogságnak örvend, hiszen én beszivárgok, és akkor folyamatosan tudunk harcolni. Hoppá, ugrálok is ide, itt van a kis játékosunk, piros, oké, és hajintott minket el, hiszen építési idő van,
mindjárt lejár, és akkor én csak annyit csinálok, hogy átugrok ide, és akkor a játékos picit megsorozva szerzem a gyepeket. Oké, és itt is van egy piros, le fog lőni valószínűleg, mert ahogy látom elég jól játszik, de sikerült lelőnünk, és így megnyertük ezt az arénát is. Hát gratulálok az összes honfitársamnak, ellenfelemnek, tiszteletem mindenkié. Itt is lennénk a következő arénánkkal, rögtön nekisállunk a falépítésnek, ahogy ezt eddig is tettük. Gyorsan 5 blokk magasra feltörekszünk, hogyha nem hátráltat meg a kis társunk. És akkor szerintem én ide fogok jönni erre a kis hátsó erődre, vagy nem is tudom minek nevezzem ezt, és lelőni azt a játékost így még kör elején. Hát a másik játékos megtette, akkor szerintem szivárogjunk együtt a társammal. És akkor 1-2, és már a kör elején megöltünk 3 embert, sőt mondhatni 4-et is. Rendben, akkor szerintem újra megyünk, amíg küzdelem idő van. Viszont ilyenkor lassúságot szoktam kapni, tehát az a hátrány ennek a beszivárgó kitnek, hogy kapunk lassúságot, hogyha nem jövünk gyorsan a saját területünkre vissza. Azért kell óvatosan bánni, tehát csak annyi a dolgunk, hogy kikerüljük a lövéseket, viszont lassúsággal elég nehéz. Tehát ez is a hátránya ennek, viszont azért nagyon sokat segít az, hogyha be tudunk szivárogni. Hát mennyivel könnyebb már, hogyha így bejövünk ide, és akkor innen PvP-zünk. Hoppá, így lehet még íjászni is. Nem könnyű, bevallom, de lehet, és akkor, hogyha ezt megtesszük, akkor könnyen meg lehet nyerni egy arénát. Most is 28 sorunk van, pedig még most kezdődött el a játék. Hoppá, azért oda lövünk egyet, jövünk Józsikámat, meglátogatjuk, viszont itt nagyon sok a kék, tehát ott nem éri meg annyira betámadni oda, hogyha olyan sokan vannak, de azért lehetséges, és hogyha ezt megtettük, akkor nagyon könnyen lehet szerezni pontokat. Akkor szerintem csináljunk egy olyat, hogy ide jövök, és akkor ha ide jönnek majd a kékek, akkor lőjük őket. Oldalból kilőttek engem. Szerintem gyorsan megyek, amíg a csapattársaim nem nyerik meg az arénát, és próbálok legalább egy kéket kiszedni. Oké, és mivel kettő fele kell figyelni a játékosnak, így lehet, hogy majd innen leugrok oda, építési időn kívül. Hoppá, gyorsan felmegyek a házra. Meddig van a mi területünk idáigok, és akkor innen nem megyek át, csak majd ha a vége az építési időnek, mi jövünk, ugrok egy óriásit, és akkor meglátogatom a játékos társaimat, hoppá, figyeljétek, leszpannolnak, és már megöltem őket, és megnyertük az arénát. Tehát ez egy elég sikeres videó volt, na de ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, azt lesz egy lájkkal, én Huberix voltam, sziasztok!